Az év elején a nagy mennyiségű csapadék hátráltatta a földmunkákat, az áprilisi hőhullám pedig szintén sokat ártotta a kalászosoknak. Az érés jelenleg 2 héttel előrébb jár a szokásosnál, a termés viszont apróbb szemű, mint általában lenni szokott, ennek következtében pedig a súly is alacsonyabb lesz. Rácz Imre szerint ennek ellenére a piacon magasabb, de stabil árakon várják a betakarítást. A piac a szezon előtt úgy stabilizálódott, ilyen 4500 forint körül volt a búza, és várhatóan körülbelül az új kenyérnek való is ennyi körül fog elindulni. Épp pénteken volt egy kalászos bemutató Tímáron, ahol jók információk is voltak, ahol azt mondták, hogy akár 80 mázsás termés átlag is lehet, de sokan erről a száraz tavaszra hivatkozva nem fejlődött ki a szem, és ettől gyengébbet is mondtak. Az megállapítható, hogy a közepestől egy gyengébb termés várható az idei évben, közel se lesz annyi, mint a tavalyi évben. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke televíziónknak elmondta, az országban már több helyen megkezdték az árpa aratását, az eredmények azonban nem túl jók. Olyan körülbelül 1 tonnával kevesebbek az eredmények, mint amire vártak, és ami az előző évben volt, de ugye azt el kell mondani, hogy ezek a speciális homokon levő árpák az egész országra nem lehet kivetíteni a termés eredményeket. Ugye nézegetjük a búzákat, a búzaratás is hamarabb fog elkezdődni, mint ahogy szokott, ugye hagyományosan Péter Pálkor kezdjük az aratást. Ez szerintem 1 héttel előre fog jönni. Bízom benne, hogy jobbak lesznek az eredmények, de a kísérleteink nem közepes termésre adnak kilátást. Petőházi Tamás hozzátette, a világpiaci változások áremelkedést indukálhatnak, a kőolaj drágulása mellett a globális átmenő készletek csökkenése, vagyis a várhatóan mindenhol alacsonyabb terméshozam okozhat majd további drágulást.